Eredetileg a MASZ otthonában léptek volna pályára cápák, azonban a fővárosiaknál felütötte fejét a koronavírus járvány, így későbbre halasztották a mérkőzést. A felszabaduló meccs napra a Honvéd elleni találkozót hozták előre a csapatok. Az első negyed kiegyenlített volt, 10 perc játék után a hazaiak vezettek 2 ponttal. A második negyedben fokozatosan növelt előnyét a házigazda, a nagyszünetre 9 pontos Honvéd előnél vonultak le a játékosok. Fordulás után próbáltak zárkózni a cápák, de az ellenfélnél mindig akadt valaki, aki betalált, így csökkenni ugyan csökkent, de nem tűnt el a különbség. A záró 10 percben is tartott előnyét Puskás Artur együttese, amely 12 pontos győzelemmel vetett véget a Nyíregyháza veretlenségének. Tudtuk, hogy azért lesznek nehezebb mérkőzéseink, és tudtuk azt, hogy nem lehet mindig csúcsformába lenni, de ugye a szombati mérkőzés előtt a pénteki napon jött meg egy olyan fegyelmi határozat a szövetségtől, ami alapján Mokánszky Máté egy 2 meccses eltiltást kapott egy előző mérkőzésen történt atrocitás miatt. Ezért azért beszűkültek a lehetőségeink, főleg úgy, hogy a másik 2 fiatalunk egész héten sérülés, illetve betegség miatt nem állt rendelkezésre, tehát gyakorlatilag ők egy edzéssel, egy fél edzéssel vállalták a mérkőzést, és hát kijött ez ellen a Honvéd ellen, aki egy nagyon fiatal, ambíciózus, hajtós csapat, hogy bizony fiatal nélkül egy olyan ligában, ahol 40 percig fiatalnak pályán kell lenni, nem biztos, hogy mindig a győzelem az esélyes, úgyhogy azt gondolom, hogy a Honvéd megdolgozott érde és megérdemelten nyert. Mint Mohácsi Máté elmondta, nem volt nyomás a csapaton a hosszú győzelmi sorozat miatt, viszont azt tapasztalják, hogy az ellenfelek 2-zött erővel küzdenek a Nyíregyháza ellen. Mindenki minket akar megverni, tehát tényleg azt lehet érezni, hogy gyakorlatilag világbajnoki döntőre készülnek ellenünk a csapatok, és úgy állnak hozzá, hogy nagyon-nagyon szeretnék végre a Nyíregyházát megállítani. Most ez a Honvédnak sikerült, úgyhogy én nem nyomásnak mondanám, hogy ez egy természetes dolog, hogy azért, ha nem is elkényelmesedtünk 8 mérkőzés után, de azért várható volt, hogy fog jönni egy pofon. Én egyébként titkon inkább ennek örülök, mint ha majd a playoff előtt vagy 10-akárhány mérkőzés után jött volna, és aztán tényleg elkényelmesedett volna a csapat. Az NB1B piros csoportjának tabelláját a Vasas Akadémia vezeti 7 győzelemmel, a 8-1-es mutatóval álló Hübner Nyíregyháza Blusrax előtt. A két cápák szerdán 17-30-as kezdéssel, az 5 győzelemmel és 5 vereséggel 8. TF Budapestet fogadják. Az átkapus mérkőzést csütörtökön 21:30-tól láthatják a Kölcsey Televízió nézői.